kezemben közönséges galaj nevű növényt tartok. Szeretném megmutatni önöknek, hogy milyen szép csillagformában rendeződnek el az aprócska kis levelei. Így lehet legjobban megismerni a természetben is egyébként. A testvére, a ragadós galaj pont így néz ki, csak annak megfogjuk a levelét akkor, mint ahogy a nevében gondolhatjuk, ragad. Azt a gyógynövényt nem használjuk. Ezt viszont igen, a közönséges galaj nagyon jó minden pajzsmirigy problémának a kezelésére. Nagyon sok embernek van pajzsmirigy alul vagy túlműködése. Többek között nekem is van, alul működik a pajzsmirigyem, amit ezzel a növénnyel támogatok, mindennap iszom a teáját. Sokan szokták kérdezni, hogy lehet az, hogy a túltermelésre is, meg az alultermelésre is jó. Nagyon sok növény működik úgy, a legtöbbjük, hogy szabályozza a hormontermelést, tehát akinek sok van, abból levesz, akinek nincs elég, ahhoz hozzáad. Úgyhogy mindenkinek, annak a sajnos nagyon sok embernek, akinek a pajzsmirigyével probléma van, ajánlom, hogy igya ezt a növényt, ennek a növénynek a teáját. A pajzsmirigy hormon nagyon-nagyon fontos a szervezetünkben, nagyon sok mindent, többek között a hangulatunkat is befolyásolja, úgyhogy leginkább a rosszkedvű pajzsmirigy problémával küzdő embereknek ajánlom a közönséges galaj gyógynövényt, illetve az abból készült teát. Vigyázzanak magukra, maradjanak egészségesek!